Május 6-án hivatalos ceremónia kereteiben királlyá koronázták III. Károlyt, az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség új uralkodóját. 70 éve 1953-ban volt utoljára koronázás, emiatt az emberek nagy részének ez az első ilyen ceremónia, mely életükben történik. A BBC közvetítése alapján körülbelül 600 ezer 90 éven felüli idős él az Egyesült Királyságban, ami a brit népesség körülbelül 1%-a. Részben talán emiatt is érzik sokan úgy, hogy történelmi esemény szemtanúi lehetünk, köztük én is. Ebben a videóban a nap eseményeit foglalom össze, a koronázási hagyományok, koronaékszerek, azok szimbolikái pedig a korábban feltöltött a brit koronázási ceremónia című videóban tekinthetőek meg. A videóban nem mutatok videókat, klippeket a szerzői jogok miatt, hanem a nap folyamán készült fényképeket láthatjátok majd, hasonló metódussal, mint a többi videómban. A felvonulásokban és a ceremóniában több mint 6000 férfi és nő a fegyveres erők képviselői vettek részt, ebből körülbelül 5000 nem Londonban állomásoznak. Ők körülbelül hajnal 2:30 óta talpon vannak, és vasúttal utaztak a fővárosba órákkal a ceremónia kezdete előtt, hogy a brit idő szerinti 10:20 perces király menetére tökéletesen készen álljanak. A Royal Air Force 949 képviselője Hertfordshire-ből utazott, még több száz egyenruhásért lehetett látni a Waterloo állomáson. A vasúttársaság elmondása szerint Winston Churchill temetése óta ez volt a brit vasút történetében a legnagyobb katonai mozgás. Magyar idő szerint kicsivel 9 óra előtt nyitották meg a Westminster Abbey kapuit, az első vendégek ekkor érkeztek meg a ceremóniára, akik jellemzően valamilyen nemesi ranggal rendelkező személyek voltak, vagy a felsőház képviselői. Ettől kezdve pedig folyamatosan érkeztek a további meghívottak. Délelőtt 10 óra körül kezdtek a híresebb vendégek érkezni, például Emma Thompson brit színésznő a férjével, magasabb rangú brit politikusok, például a londoni polgármester Sadiq Khan, továbbá Katy Perry, amerikai énekesnő, aki a British Asian Trust nagykövete. Körülbelül ebben az időben érkezett meg Carol és Camilla a Buckingham palotába, ahol az erkélyen az utolsó simítások zajlottak a koronázási ceremónia utáni megjelenéshez. Körülbelül 3:45-kor érkeztek az első nemzetközi méltóságok, elsőként Olena Zelenska, az ukrán First Lady, majd az amerikai First Lady Jill Biden az unokájával, Finnegannel. Joe Biden amerikai elnök nem udvariatlanságban nem vett részt a ceremónián, hanem gyakorlatilag hagyományból, erről posztoltam egy shorts videót is néhány nappal ezelőtt. A ceremónia egyik vezéralakja Penny Mordaunt volt, aki nem csak a konzervatív párt alsóházi frakciójának vezetője, hanem Lord tanácselnök, a titkos tanács, angolul Privy Council elnöke is, és az államkardját láthattuk nála a ceremónia alatt. A Westminster Abbey-be érkező vendégeket Justin Welby, a Canterbury érsek fogadta, eközben pedig az utolsó simítások zajlottak, például ekkor gyújtották meg a gyertyákat is. A ceremónián Lionel Richie is részt vett, aki a koronázási koncerten is fellép a hétvégén. A Webby-be utolsóként érkező vendégek a királyi család előtt a skót első miniszter, Humza Yousaf és felesége, továbbá a korábbi és a jelenlegi brit miniszterelnökök voltak a partnereikkel. Brit idő szerint 10:20-kor, magyar idő szerint 11:20-kor indult el a királyi menete, tehát a Buckingham palotából a Westminster Abbey-be tartó menet, melynek keretein belül a király és a királynő a Diamond Jubilee State Coach-ban utazott, ami egyébként annyira modern, hogy nem csak elektromos ablakemelői vannak, hanem lengéscsillapítóval és légkondicionálóval is rendelkezik, utóbbire egyébként nem volt szükség, szinte végig esett az eső valamilyen erősséggel. A hintót 6 úgynevezett Windsor Grey húzta, név szerint Icon, Shadow, Milford Heaven, Echo, Knightsbride és Tyron. A király menetében a fegyveres erők 200 képviselője vett részt, melynek magját a Sovereign's Escort of the Household Cavalry Mounted Regiment alkotta. Az útvonalon mindkét oldalon további 1000 katona állt sorfalat mindkét felvonulás alatt. Nem sokkal 11:30 után érkezett meg Harry herceg, csak úgy, mint András és lányai, Beatrice és Eugenie a férjeikkel, illetve Anna hercegnő gyermekei is. Később érkezett Anna hercegnő, aki azért visel katonai ruhát, mert a koronázási meneten lóháton kíséri majd a királyi párt. A kalapján lévő toll pedig azért érdekes, mert míg Meghan és Harry rajongói összeesküvést sejtettek a királynő temetése alatt azzal kapcsolatban, hogy akkor Meghan egy gyertyát akarta ki a közvetítésen, most Harry takarta ez a toll. A Princess Royale után az edinburghi herceg és hercegné, Edward és Sophie, illetve gyermekeik, Lady Louise és James is megérkeztek. Katalin hercegné fejdíszéről rengeteg találgatás volt korábban, hogy nem visel majd senki tiarát, tehát talán kalapban lesz ő is, vagy volt, aki virágokat jósolt,
Nos, az általa viselt fejdísz sokakat meglephetett, akár csak azért is, mert Charlotte-tal összeöltöztek. És nem véletlen, hogy én is most ezt a hajdáfomat viselem. Nem csak hasonló fejdíszt viseltek, hanem az Alexander McQueen által tervezett ruháik is összeillettek. Fejdíszek készítője pedig, hogyha jól értettem, akkor egy olyan vállalkozó vagy cég, aminek a beindítását Károly a saját jótékonysági szervezete, a Princess Trust támogatta évekkel ezelőtt. Ami a palástokat illeti, ezek a nemesi rangjukhoz illő palástok, aminek a viselése a hírek szerint a király kifejezett kérése volt. Vilmos herceg a palást alatt az Irgarda uniformisát viselte, melynek ő az ezredese. Károly pedig az állami palástot viselte, és vele kapcsolatosan sem jöttek be a találgatások, melyek az öltözékét illették, ugyanis nem katonai egyenruhában, és nem is a hagyományos bridgesben és harisnyában jelent meg. Camilla királyné ruhája kapcsán egy érdekesség, hogy két kutyájuk, Bluebell és Beth, rá volt hímezve a szoknyája aljára. 11.48-kor gördölt be a Diamond Jubilee State Coach az Abbey elé, ahol a királyi párt a 4-4 Pages of Honor várta, köztük gyökjetszeg, Vilmos és Katalin legidősebb gyermeke. Az utolsó érkezők a királyi párt előtt pedig maguk a koronaékszerek voltak. Először Camilla indult el, majd Károly, mindkettejük mögött a saját udvaroncaik haladtak, ami talán a hölgyeknek egy extra érdekesség is lehet. Johnny Thompsont lehetett legtöbbször látni, nyilvánvalóan a figyelem középpontjában a királyát, azonban Camilla királyné is jó szemmel választott udvaroncot magának, mégpedig Oli Plunkett személyében. Camilla királyné mögött két fehérbe öltözött hölgyet lehetett látni a nap folyamán, ők Ladies in Attendance minőségben voltak jelen, az egyik nő a királyné húga, aki az Abbeybe való bevonuláskor egyébként elmorzsolt egy könycseppet is, a másik hölgy pedig a királyné legjobb barátnője. Tekintve, hogy a koronázás egy vallási szertartás, így sok-sok imát és zsoltár éneket hallhattunk, a Bibliából Rishi Sunak brit miniszterelnök is felolvasott. A ceremónia 2 órán át tartott, édesanyjához hasonlóan Károlyt sem mutathatták a kamerák, miközben felkenték, erre a célra külön paravánokat helyeztek ki. A koronázás pillanata pedig szerintem történelmi pillanat, és egy kis érdekesség, Károly életében először és utoljára viselte a Szent Edward koronát. A koronázás után fia, Vilmos herceg hűségesküdt tett, megcsókolta az arcát, és megérintette a koronát. Ezután súgott valamit az édesapjának, melyet többször találgattak, hogy mi lehetett, erre Károly azt felelte, hogy köszönöm. Később az Imperial State koronában lehetett látni Károlyt, abban hagyta el a Westminster Abbeyt, és abban jelent meg a Buckingham palota erkélyén is. Harmadik Károly koronázása után Camilla királynét is megkoronázták, és sokkal rövidebb és egyszerűbb szertartás keretein belül. Károly koronázása pillanatában az Egyesült Királyság 13 városában, köztük Londonban, Cardiffban, Edinburghban és Belfastban is ágyúlövésekkel tisztelegtek előtte. A Westminster Abbeyben tartott koronázási ceremónia után a király és a királyné a Gold State Coach-on indult vissza a Buckingham palotába, melynek neve koronázási menet. A Gold State Coach egy 260 éves tömör arany hintó, először 1831-ben használták koronázás alkalmával. A ceremónia vége felé közel 4000 katona kezdett gyülekezni és alakzatba állni, ami önmagában is egy hatalmas művelet, azonban a Védelmi Minisztérium szerint generációnk legnagyobb ceremoniális katonai művelete. A koronázás napja előtt 6 héten át gyakoroltak, hogy minden tökéletesen menjen a nagynapon, de ha belegondolunk, ennyi embert és lovat összehangolni, szinkronba hozni nem kis feladat. Szerintem már csak ez a menet is csodaszép volt, nyilván nem lát ilyet minden nap az ember, de az egész nap grandiózussága, a mögött álló szervezés, a külső szemmel nézve a tökéletes végeredmény igazán megható volt. A koronázási menetben résztvevő katonák 28 különböző regimenthez tartoztak, melynek elején a Band of the Royal Regiment of Scotland zenészei zendítettek rá a koronázási indulóra, amikor megindult a menet. A koronázási menetben a Gold State Coach mögött a királyi családtagjai utaztak, elsőként a Walesi herceg és családja, Vilmos, Katalin és 3 gyermekük, mögöttük Edinburgh hercege és családja, Edward, Sophie, Lady Louise és James, őket pedig a többi családtag követte. A 72 éves Anna hercegnő, Károly húga viszont nem hintóban utazott, hanem rögtön a Gold State Coach mögött lovagolt, Gold Stick in Waiting pozícióban, mely a ceremoniális események alkalmával az uralkodó mondhatni testüdeként szolgál. Ezért viselt katonai egyenruhát, melyre egy nem sokkal korábban készült interjúban elmondta, hogy legalább a ruhaválasztási dilemmát megoldotta a feladat, amikor elfogadta azt. Miután mindenki megérkezett a Buckingham palotába, megnyitották a molt, az összegyűlt tömeg pedig a palota elé özönlött. Az időjárás nem volt kegyes a koronázás napjához,
ugyanis az eső szinte folyamatosan esett, változó erősséggel. Nagyon sokan összegyűltek az utcákon, a közvetítés alapján viszont feltehetőleg ennél többen is részt vettek volna, ha jobb lett volna az idő. Miközben a tömeg a palota előtt gyülekezett, annak a nyugati kertjében a ceremónián résztvevő 4000 katona állt fel a lakzatba, a parancs kiadása után pedig tisztelegtek a király és a királyné előtt, majd megszólalt a himnusz, levették a kalapjaikat, fejfedőiket, és 3 hóra következett. Végül a 18 különböző féles kódudából és dobokból álló zenekar játszotta el a King Charles III című, erre az alkalomra írt indulót. A tisztelgés után került sor a Buckingham Palota erkélyén való megjelenésre, ami viszont előbb az időjárás miatt csúsztattak, majd a Védelmi Minisztérium úgy döntött, hogy a repülős parádéban résztvevő repülők számát csökkentik. Emiatt csak a helikoptereket és a Royal Air Force The Red Arrows formációját lehetett látni, utóbbiak húztak színes füstöt maguk után. Az erkélyen csak az úgynevezett dolgozó királyi családtagok jelentek meg, Harry herceg rögtön a Westminster-i beliszertartás után autóba ült, és a reptére hajtott, továbbá András herceg és lánya is sem jelentek meg ott. Miközben a királyi család a fejét nyújtogatta a légiparádé közben, a király és a királyné a koronáik miatt ezt nem tudták megtenni, habár látszott rajtuk, hogy próbálkoznak valamit tenni annak érdekében, hogy ők is jobban láthassák a repülőket. Nem sokkal később a királyi család visszament a palotába, és miközben a kommentátorok azt csetelték, hogy legközelebb jövő hónapban az uralkodó hivatalos születésnapján láthatjuk itt őket ismét, Carol és Camilla váratlanul ismét megjelentek az erkélyen egy rövid időre. A közvetítésen is látszott, hogy a királyi pár mögött fényképeznek, de szerencsére megjelentek ezek a képek, amik betekintést adnak abba, hogy az ő nézőpontjukból hogyan is nézett ki ez a pillanat. A koronázás estéjén egy fogadásra várják a vendégeket a Buckingham palotába, ahová természetesen a kamerák nem kaptak meghívást. Az erkély pillanat után ért véget a tényleges közvetítés, én pedig ebben a videóban a nap eseményeiről és annak történelmi jellegéről szerettem volna megemlékezni. Ahogyan haladunk előre az időben, úgy jelenik majd meg még több információ a nappal kapcsolatban, így nem tartom kizártnak, hogy lesz még videó a koronázástól. Minden esetre kisebb részletekben a TikTok csatornában szeretnék majd bővebben beszámolni a ceremóniáról, illetve lehetséges, hogy itt shortsban is ez a téma kerül majd középpontba a következő néhány napban. Összességében szerintem nagyon szép volt, illetve volt néhány induló, amik nagyon tetszettek, és igyekszem majd utána keresni, hogy pontosan mik voltak ezek, mert például a Beethoven temetési indulóját szeptember óta szoktam hallgatni, és ugyan a klasszikus zene eléggé távol áll tőlem, de a maga furcsa módján akkor is nagyon megtetszett, főleg a királyi zenekarok előadásában. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, ha pedig érdekesnek találod a tartalmaim, és még nem tetted, iratkozz fel a csatornára még több hasonló videóért. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!